Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy sorsforduló. Milyen irányba pörögnek majd az események a következő 3 hónapban? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra is a lehetőség, hogy kér tőlem ezt a jóslást, egy sorsforduló. A díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol kitérek Szaturnusz bolygó hatására, hiszen Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, a hatása alatt mindig vannak sorsdöntő események, találkozások, döntések, változások. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A háttérben hallható, hogy esik az eső, már 2 napja vihar van itt Mallorca szigetén. Eddig nagyon meleg volt, naponta úgy 30 fok körül volt az időjárás, most 22 fok van, kicsit lehűlt, de még mindig kellemes, de 2 napja egyfajtában esik az eső. Sőt, áramszünet volt tegnap időnként, aztán visszajött az áram. Áram, ez gyakran így van itt Mallorcán, ha esik az eső, akkor előfordul mindig, hogy áramszünet van. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A jelenlegi helyzet itt látható, itt van egy kis szünet. Vagy ő figyeli ezt az arany érmét, vagy ez egy tanács neked, hogy figyelj oda az anyagiakra, a munkára, a hivatásodra és az értékekre is. Ennél a szünetnél felteheted a kérdést, hogy ki értékes számodra, vagy mi értékes számodra, mit szeretnél elérni. Itt vagy te veszed kezedbe ezt a botot, vagy ő intézkedik. Ez a bot jelenti a tűz elemét, a bátorságot, a mozgást, a lelkesedést, sőt, a szenvedélyeket is. Itt lesz egy új irány, egy új kezdet, különösen, ami a párkapcsolatot illeti, hiszen itt megjelenik a szerencse a szerelmi élet területén. Lehet, hogy ennek kell tudatában lenni ezek az értékek, hogy ez a párkapcsolat értékes számára és értékes számodra. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt, mint egy királynő. És uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket, az álmokat, a vágyakat, vagy az intuíciódat is. Hallgass a belső hangodra. Itt újra látható a szerelem, itt lesz közeledés, sőt, itt a kelyhek mutatják azt, hogy itt mély érzelmekről, szerelemről, bizalomról, háláról van szó. De azért ügyelj más dolgokra is, hiszen valaki olyan gyorsan közeledik hozzád. Nem lehet tudni itt ennél a kártyánál, hogy milyen szándékkal jön ez a személy. Valószínű egy férfi, vagy a múltadból, vagy van valaki a közeledben, aki keresi veled a kapcsolatot. Hogy mit akar ez a férfi, ezt mutatják a következő kártyák. Itt korlátozásokról, kihívásokról van szó. Ez azt jelentheti, hogy ez a férfi támad téged. És itt meg kell védeni magadat, vagy lesz egy kihívás, egy küzdelem. Itt nem erről a férfiről van szó. Nála nincsenek kihívások, hiszen szeretett
szeretettel, bizalommal közeledik hozzád, ez egy másik személy. Itt látható, hogy ez a személy vagy meg akar bántani téged, vagy ismered a múltból, és a múltból vannak még ezek a fájdalmas emlékek, ez a sebzett szív. De jelenleg, vagy a közeljövőben, ha újra jelentkezik, nem fog jó szándékokkal közeledni hozzád. Amit tehetsz, vedd kezedbe ezt a kardot, vágd el ezeket az emlékeket, vágd el szimbolikusan ezt a kapcsolatot, és hozz komoly döntéseket, ahogy érzed magad, hiszen te vagy itt a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett. Az jelentheti a te intuíciódat is. Ha nincs meg ez a bizalom, légy kicsit óvatos. Nem kell ezzel a személlyel törődni, hiszen te hozol itt komoly döntéseket. Tisztázni fogod a helyzetet. És ez volt ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!